Kedves nézőink, műsorunkat tragikus hír miatt kényszerülünk félbeszakítani. A Magyar Liberális Párt kedden kiadott közleményét változtatás nélkül közöljük. A Magyar Liberális Párt augusztus 26-ai küldött gyűlésén Fodor Gábor bejelentette, hogy lemond a párt vezetéséről. Döntését azzal indokolta, hogy a Fidesz által kialakított autoriter rendszer elleni fellépése csak új típusú ellenzéki együttműködés kialakításával van lehetőség. A pártelnök az elmúlt években számtalan konfliktust vállalt az önálló liberális politika megerősítése érdekében, amit maradéktalanul sajnos nem sikerült megvalósítani. Ezért most az új ellenzéki együttműködésben olyan vezetőre van szüksége a liberális politikai közösségnek, akit nem terhelnek az elmúlt évek vitái. A hétfői küldöttgyűlés egyhangulag fogadta el a pártelnök döntését, a tisztújításra november végéig kerül sor. Fodor Gábor 2013-ban alapította a Magyar Liberális Pártot, hogy önálló képviselete legyen a szabadelvű politikának. 2014-ben a párt elnökeként bejutott a Magyarország gyűlésbe, 2018-ban pedig Bősz Anett, a liberálisok ügyvivője, vette át a liberális eszmék képviseletét a parlamentben. Fodor Gábor célja az volt, hogy az európai értékek, a szabadságjogok iránt elkötelezett politikai közösséget építsenek ki Magyarországon, és a jövő generációját felkészítse az országos szerepvállalásra. E célok megvalósultak. A szabadelvű, liberális gondolatnak létrejött a valódi politikai képviselete. A menekültekkel kapcsolatos népszavazásnál a párt egyedül szállt szembe a kormány propagandával, állt ki a közös Európa, az emberi jogok és a humánum mellett. Az illiberális államban a kormányzati propagandával és sok esetben a baloldal támadásaival szemben is sikerült a párt önállóságát megőrizni. A Fidesz azonban olyan választási rendszer dolgozott ki, amelyben az ellenzéknek csak együttműködéssel, szoros szövetségi rendszerben van esélye leváltani a kormányzó pártot. Ennek a szövetségi politikának a kialakítását Fodor Gábor másokra szeretné bízni a jövőben. Fodor Gábor tervei szerint újra egyetemi oktatóként folytatja pályáját, valamint egy olyan intézetet alapít meg, amely a közép-európai rendszerváltás történetét dolgozza fel.